Ismét egy kiváló telefonos felvétel. Az élet apró örömei. A kéthengeres Kawasaki, az egy apró öröm, a másik apró öröm, hogy egyszerűen nem értem, hogy milyen tervezők, meg milyen gyártók léteznek a mai világban, vagy 5 évvel ezelőtti világban, teljesen mindegy, amikor a fűnyírónak a záróanyáját megcsinálják műanyagból. Na most ezután kilazítani bármiféle kulcsot, az gyakorlatilag lehetetlen. Először is a kövek is agyonvágják, a fadarabok is agyonvágják. Kétszer ráteszi az ember a csillagkulcsot, már tönkre fog menni. Miért nehezítik az ember életét? Miért kell hozzá megpróbálni papagájfogóval? Közben taknyom nyára megybe folyik, elnézést kérek, jön a szénanátha szezon. Most mindjárt kiderül, hogy patentfogó, papagájfogó, patentfogó, már a fogónak se tudom a nevét, olyan mérges vagyok. Na mindjárt kiderül, hogy sikerül-e kinyitni ezt az átkozott csavart, meg kell élezni a pengét, ennyi. Másfél perces művelethez dolgozni kell 3,5 órát. Mellesleg teljesen nyilvánvaló, hogy ezzel csak rontok a helyzetet. Meg azzal is, hogyha fordítva csavarom. Nehogy véletlenül kifelejtsük, hogy ilyen késcserénél, vagy bármi nemű szerelésnél egyértelműen ki kell húzni a dugót. Még véletlenül se tudjon elindulni ez a szerencsétlen jármű, mert aztán hamar rövidebbek leszünk egy pár centivel. Nyíró szerelés gyors talpaló körülbelül idáig tartott. Itt vannak a kollégák, őket már nem fogom megmutatni. Az összeszerelés a természetesen ugyanúgy történik, mint eddig, csak teljesen fordítva. Ha 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 ha.